istennője minden év tavaszán újjáélesztette az elhalt virágokat, és cseresznyefa virágokkal díszítette a japánok legszentebb hegyét. Így vált a szakura, azaz a cseresznyefa és annak virága az újjászületés és a tavasz eljövetelének szimbólumává. Japánban ezt a növényt legendás vallási kultusz övezi, a hanami, vagyis a virágnézés ünnepe pedig az egész világot meghódította. Idén Szegeden a Szegedi Tudományegyetem fűvészkártya adott otthont a rendezvénynek. Amit ma látunk, az egy hanami ünnepség lesz. Ez egy kicsit tágabb értelmezése az ebben az időszakban, mert Magyarországon is több fele megrendezett, és Japánban pedig igen nagy hagyományokra visszanéző szakura, az a cseresznye virágban való gyönyörködésnek. Azért tágítottuk ki ezt a kört, hiszen a japán kertkultúra az messze túlmutat a cseresznyefa féléken. Azért mondom, hogy félék, hiszen nem is csak egy fajról van szó, hanem legalább 5-6 olyan nagy kertészeti jelentőségű cseresznyefa faj van Japánban, mint nem a gyümölcs, hanem a virágok szépsége miatt kedvelnek. Ugye ezeken túl különböző szilva, kajsz és őszibarack fajtákat is tartanak dísznövényként, illetve a kicsit korán beköszöntött jó idő minket arra sarkalt, hogy bővítsük ezt a kört ezeken a csonthéjasokon kívül, például az azáleákkal, amikről talán kevesen tudják, hogy nem csak egy anyák napjakor adható cserepes virág, hanem Japánban ugyanolyan kultikus rajongás övezi, mint a cseresznyefa virágot. Ugye japánul többek között a szacuki azáleák azok, amik rendkívül kedveltek. Ami érdekesség, hogy nem csak a virágjukat szeretik, hanem ugyanúgy, mint nálunk mondjuk egy puszpángot, vagy kevésbé magyarosan buxust, ezeket nyírott formadövényként, akár bonszájként, vagy akár ilyen kis gömbökre nyírva láthatjuk a japán kertekben. Nyilván, amikor egy ilyen esemény van, akkor nem csak a botanika iránt elkötelezett vendégeket látjuk szeretettel, hanem azokat is, akik egyszerűen csak valami szépre vágynak, vagy akik esetleg a távol-keleti és főleg a japán kultúrába szeretnének egy kis bepillantást. Fűvészkert színes programjai között japán dob és harcművészeti bemutatóra, bonsai bemutatóra, valamint manga rajzolásra és japán könyv és képregény bemutatóra látogathattak az ideérkezők. Clement Anita, a Gourmet Garden sushi étterem séfje által pedig a sushi készítés rejtelmeiben nyerhettünk betekintést. Japán konyha egy nagyon-nagyon összetett és színes területe a gasztronómiának. Többnyire a friss halakra, a nyers alapanyagokra építkezik. Ennek nagyon sok alternatívája van, nagyon sok leves és tésztaétel ismert a japán konyhában. Mi most a sushit hoztuk el és helyeztük főszerepbe a mai rendezvényen. A sushi lelke a friss alapanyag, talán ezt a legnehezebb beszerezni, mégis érdemes rá időt szánni, hiszen ez a lelke ennek az ételnek. Ezen kívül ugye nagyon fontos a technika, tehát ezt el kell sajátítani, megvannak a sushi készítés lépései, amik viszonylag egyébként egyszerűek, de hogyha nem vagyunk az ismeretében, akkor nagyon sokat tudunk bajlódni vele, úgyhogy a lépéseket is be kell tartani. A sushi képviseli a szépséget, az eleganciát, tehát nagyon fontos, hogy ezt a harmóniát és szabályosságot, ezt figyelembe vegyük, amikor neki kezdünk sushit készíteni, és akkor csodás ételeket tudunk alkotni. Bonsai nevelés évszázados hagyomány. Japánban ez egy életfilozófia. Az ember és természet harmóniáját szimbolizálja, és komoly művészetként tekintenek mestereikre. A komolyabb méretű növények arról árulkodnak, hogy egy család vagy közösség generációkon keresztül odaadó gondoskodással nevelgette a fát egészen fiatal korától. Maga ez egy művészeti ág, ez egy háromdimenziós művészeti ág. Maga én is művészettel foglalkozok, fotográfiával, festészettel, szóval ez egy élő kertművészet, hogyha így nézzük, ugyanolyan kifejező eszköz, csak itt nyilvánvaló a biológiai részét is kell ismerni egyébként a növényeknek. Ami nagyon fontos, hogy maga a locsolásra kell nagyon odafigyelni a nyári tavasztól őszig. Ez általában napi egy, fenyőféléknél azért ez ritkábban elegendő, illetve a meccés és a drótozás, ami még fontos. Ami még kiemelnék, az talán még az átültetés, ami egy kicsit bonyolultabb, az általában a tavaszi időszakban szokott megtörténni. Mindegyik adott földrésznek gyakorlatilag megvannak a sajátos
őshonos fafajtái, amiből lehet készíteni. Magyarországon az akácból például nem alkalmas rá, vagy nagyobb levelű fafajták nem annyira alkalmasak rá, mert hogy nem arányos akkor a levélzet és a támméret és a maga a magasság. A japánok és ma már a turisták 10 és 100 ezrei hanami idején a természet csodájában gyönyörködve kivonulnak a parkokba, kertekbe, ahol a piknik során előkerülnek az ételek, italok a kosarakból, és egyfajta spirituális, lelki feltöltődéssel ötvözve ünneplik az újjászületést.